kérem szépen, május 12, péntek van, megérkeztem Csikarcfalvára, ugyanis egy kedves, ismeretlen ismerősöm összekötött egy családdal. Nem tudtam, hogy zsenik is élnek Csikarcfalván, de ezek szerint igen, úgyhogy... Jó napot kívánok! Adjon Isten! Fogel Frigyes vagyok, szabad filmes. Bejöhetek? Tessék, nyugodtan! Köszönjük szépen! Azt hallottam egy kedves ismeretlen barátomtól, ismeretlen ismerős barátomtól pontosan ma, hogy itt zsenik élnek. Ugyanis vannak itt olyan emberek, akik 5 vagy 10 hangszeren játszanak. Ez igaz? Hát igaz. Igaz. Igen, Bánint Zoltán vagyok. Bánint Zoltán, foglalkozásod? Római katolikus kántor. Igenis. Na, és pedig? Bálint István vagyok, most végzem Marosvásárhelyen a zeneegyetemét, zenetanárnak készülök. Hogy látjátok ti, hogy mi végre vagyunk a világon? Hát, hogy valahol benne legyünk benne. Benne legyünk benne? Igen. Na, ezt se hallottam még ilyet, zseniális. Mi a küldetése? Annak az ámbérnek, hogy mit csinál, mivel foglalkozik, hogy mi neki a szerepe. És neked mi a küldetése? Hát én úgy érzem, nekem az a küldetésem, hogy azt a zenei tudást, amire én szértettem, átadjam a gyerekeknek. Erén ismeretlen ismerős barátom azt mondta, hogy hihetetlen mennyiségű fiatal lélek került ki a kezed alól. Azt mondtad, hogy őket boldoggá teszi, szeretik ezt csinálni, és bennetek kitartja a lelket. Azt mondtad, hogy most hova vagyunk pontosan? Most mi úgy hívjuk a fúvós terembe. A fúvós terembe. És akkor mindketten dolgoztok? Tanítottok? Igen. Igen. Hát akkor menjünk, jó. Csíkkarcfalva. A monda szerint azt mondják, hogy harcfalva. Harcok voltak. Harcok voltak? Harcok. Aha. Na most ezt mind mondják itt a faluban. Igen. Amúgy ennek a falunak az volt a régebb a neve, mivel több egyház község is hozzatartozott. Madaradnál falva, Harcfalva, Jendőfalva, egy nagy boldogasszony falva, vagy egy nagy boldogasszony egyház község. Aha. Meg volt aztán itt, ha kinézünk itt erre a templomra, igen, itt van ez a tarkő. Tehát itt ez ugye egy nagy szikla, és akkor ezt elnevezték, hogy tartókő vagy tarkő. És az is volt, hogy a tarkő egyházközség, tehát a régi, tehát mit tudom, a 13. 14. században úgy jelenik meg a különböző írásos leletekben, hogy tarkő egyház. Most ledöbbentem. Hát itt nagyon mennek a dolgok. Na azért? Itt mindenség van, mert nem készültünk arra, hogy... Hát ez most... Hát ez egy élő hely, azért van, ez rend. Ez Ervinkéjú, a szilofon. Ő játszott ezek. Na ez is egyfajta tuba, ennek a megnevezés a szuzafon. Hoppá. Ezt még én sem tudtam. Szuzafon. Ez gáz. Ezt amerikai, például tévében rengeteget lehet látni, hogy amerikai foci mérkőzések előtt. Egyetemi fúvós zenekarok, ifjúsági fúvós zenekarok, katonazenekarok akár, ilyen nagy parádékat szoktak, ugye, mennek, keresztül, és ezzel a szuzafonnal, az ilyen nyakba akasztós hangszer, ezt ők nagy erőszeretettel használják. Tehát igazság szerint ez így menetélni, parádézni, ezzel szoktak. Itt a régióban nálatok például egy pedagógusnak, egy zenei pedagógusnak, egy művészemben, mennyi lenne lejjebb a normális fizetés, amire azt mondod, hogy ez így oké, ez így rendben van? Be se hangzik el soha. Tehát engem kifejezetten érdekel, hogy szerintetek mi az? Hát egy hónapban. Most ugye az van, hogy milyen magánzenetanárok vagyunk. Értem. Na most a hivatásos, meg az iskolákban, az állami iskolákban dolgoznak, hát én nem tudom, hogy mennyire lehet zenetanárnak. De nem baj, a ti lelketek mit mond nektek, hogy nektek mi lenne a jó? Nem az érdekel engem az, hogy most mi, hogy ja, máshol, hanem hogy nektek mi lenne a könnyebbség? Most mind egy átlag embernek, tehát legalább egy annyi, mert most mennyire? Az mennyi?
Én nem tudom, azért kérdezem, nem azért, hogy most itt... Én mindjárt rámondok egy vélemény, de egyszerű, fejázz be te. Hát én azt hiszem, hogy egy olyan... egy olyan 2000, 3000 lejna. 3000 lejna. Ami most forintban, az körülbelül... nem tudom, hogy 7000... 100 lejna 7000 forint körül van. Az 200 ezer forint. 200 ezer forint forint van egy picit. 250 ezer. Ugye az volt a kérdésed, hogy egy zenetanárnak mennyi. Uh-huh. Hát én most így az 5 év egyetem alatt én azt ott tapasztaltam, hogy mennyire meg kell harcolni azért a tanárságért, uh-huh. és mennyi munka van, hogy egy gyereket megtanítsunk egy fúvós hangszeren. Tehát az nem úgy van, hogy én egy tárgyat elveszek, oda teszem, és a munkát elvégeztem. Igen. Tehát itt egy gyerekkel, tehát én most nem mondom azt, hogy már meg lehet fizetni. Persze. De azt, hogy most egy gyereket félneválni, hogy most egy színpadra egy koncert, két órás koncerten hájtáljon mindenféle, uh-huh. eszméletlen sok munka van vele. Ezt úgy mond, az embereknek a nagy százaléka nem is tudja. Tehát aki a zenével elfoglalkozik, az föl se tudja mérni, hogy mennyi munka van, mennyi áldozat van, mennyi munka, mennyi türelem kell, mennyi kompromisszumot kell kötni egy gyerekkel, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Most beszéltünk, hogy mikor hagyjuk annyiba a fiammal, hogy tényleg most már belefaladtunk és le vagyunk már. Volt ilyen beszélget, most az utóbbi időben erről beszéltünk. Sajnos. És azért mondtam, hogy most te itt megjelentél, és ezt most egy kicsit egészen zavarba is jöttünk, mert az van, hogy szinte le akartunk állni. Na. Az időzítés az fontos mindig a művészetben. Ez most nagyon, nagyon érdekesen összejött, mert tényleg ez az általánosítás, hogy most mindent összemosunk, ugye most ilyen világot élünk, hogy általánosítjuk a szakmákat, munkákat, mindenki egyforma, ugye, tehát én nem is azt mondom, tehát egyformák vagyunk, de azért amit megteszünk, ott van különbség. Mivel dolgozunk, mit megteszünk, és tehát ez a kaotikus helyzet, ez a bizonytalan helyzet, uh-huh. ugye az embert elfásultá teszi, uh-huh. és szinte azt lehet mondani, hogy a hitébe is meginok, hogy na most uh-huh. tényleg van értelme csinálni, mindenki megy el, mindenki hagy itt. Uh-huh. Tehát ez a igazi, nem is egészen a probléma az, hogy most már ugye a pénz, hanem egy csomó nagyszerű ugye emberrel dolgozunk, szájra kapnak, uh-huh. elrepülnek, és akkor a végén egyedül vagy maradva. Hát azt kéne most, hogy legyen egy csomó, úgymond sok tanár, akik most bedolgoznak, meg én így képzeltem már, hogy szinte pénznék, vagy nem is muszáj pénz legyen, csak jönnének a nagyobbak, a kisebbeket, de cigányokat. Igen, de itt is az a probléma, látod, hogy miért nincs zenetanár, miért nincs annyi. Ugye azt mondja, hogy zenéből nem lehet megélni. Na de könyörgöm, hát most jó, én ezt értem, ugye? De hogyha nézem a románokat, ott olyan összetartás van, és olyan profizmus, hogy én már kezd leszakadni a képem a rendezés maguk között. Igen. És én sosem gondoltam volna, hogy 51 évesen ki fogom ezt mondani, hogy itt vagyok nálatok, és azt kell mondjam, hogy basszus kulcs, hát na, föl kéne kössük a gatyát. Nem? Így látjátok ti is? Pedig nekünk is megvannak a mi értékeink. Például ha most a történelmi indulókról beszélünk, hogy az 1800-as években uh-huh. már olyan magas szinten, jól meg kell, uh-huh. sokat kell gyakorolni hát, egy történelmi indulat állásai. Hát egy fúvós zenekari műfajban a történelmi indulók az egyik legnehezebbek egy fúvós zenekarban, itt le kell játszani. Öregszünk el. Tehát, hogy mondjam, a falu öregedik el. Még igen, és nem. Fásulunk el, meg ugye a támogatásokat is, ugye most már olyan túlélésre összpontosítja. Hát nem tartsák már az emberek olyan fontos dolognak ezt. Mi dolgozunk, tudom, hát az tudom, a nincs nem arra most, csak, most, ugye, most az van, hogy kellene indítani, ugye nem nagyon sok hangszerünk van, meg uh-huh. ugye, hogy kellene egy új csapatot indítani, uh-huh. mert azért a pandémia alatt azért nem tudtuk az utánpótlást, persze, ugye gyerekzenekarnak, ifjúsági zenekarnak mindig utánpótló zenekarja kell legyen. Tehát, az egy, alapja. Persze, az alapja. És akkor most ugye, de most mind keressük a megoldást, mert ugye most a törvényes keretek is úgy állnak, hogy azért az ember meg kell védje magát, hogy most hogy fog neki ugye, tanítani, meg kell ismerje a mostani törvényes helyzetet,
és akkor ezért vagyunk egy kicsit ilyen gondba, hogy szinte mondom, hogy szinte könnyebb volna, hogy leálljunk, és majd lássuk, hogy mi lesz, hogy akkor. De ugye az ember van áll, újraindítani, tehát ezért már akkor ilyen jó. Nehéz dolog. Osztályos gyerekek. Végzős, 8-osok. Nézzük meg őket. 8 gyerek muzsikált. A zenekarban most 3 maradtak, mert úgy kifeladtak, hogy a... Kellékek, itt azért látszik, hogy hokiznak. Hoppá, hoppá. Hokibot, kasztyű. Azt hallottam, hogy te profi válogatott hokis voltál, ez igaz? Igen, igen. Tehát én 9. osztályig úgymond profi szinten hokiztam. Aha. Ugye hát, mivel ugye nem Magyarországhoz tartozunk sajnos, így a román hoki válogatottba kellett játszak. Voltunk kis Debrecenben Phoenix kupán, amit meg is nyertünk a válogatottal. Úgyhogy én a hoki pályától egy 20 méterre lakom. Na akkor a közös barátunk, a kedves Ervin megkért engem e-mailben, mivel ő most külföldön van, hogy egy bizonyos biológus embernek a sírjára vigyek el egy virágot, amit természetesen megteszek, és már itt van a virág, hozzuk. A magyarországi Gyuri bácsi, a füves ember, átutazóban volt itt Székelyföldön egy barátjával, és meg akarta ismerni, meg akarta látni, mert hallott róla erről Macarik tanár úrról, és úgy adódott, hogy hát én is elkísérhettem őt Macarik tanár úrhoz. Ugye beszélgetnek ezek a nagy tudású emberek, hogy ő meg tudja mondani egy Székelyfaluba, amikor bemegy a faluba, hogy milyen betegség van a bent a falu közösségben. De hát hogy? Hát úgy, hogy a falut, amilyen gyógynövények körbeveszik, ugyanaz a betegség van a faluba, mert kihordják a trágyát, az meg a föld kitermi az ellenszért, a betegség, onnan megvan a minta, és már is beindul a gyógyhatás, a tehenek lelegelik, vagy az emberek leszedik, vagy teáznak, vagy bármi, és ezen úgy csodálkoztam, meg soha nem hallottam, és ugye ez tényleg, erre nem is figyeltünk oda, és ez a két nagyszerű ember ilyen dolgokról beszélgett, igazgat még egy kereszten, az volt a Székely tanár úr, a matek tanári, és ők 42 évet voltak pattársak a tanáriba, és úgy döntöttek, hogy egymás mellé temetkeznek. És Kicsi műjékvája, Karcfalván van itt a székhelye, és itt nem régiben felépült egy orvosi és egy metodikai központ. Tehát itt úgymond a Székelyföldi Hoki Akadémiának úgymond a szívét látjuk itt. Itt van a központ, és több száz gyerek hokizik, és ez a metodikai központ is egy tehát olyan felszereltségű helyről beszélünk, hogy a gyerekeknek a jégkoronghoz, a hokihoz mindenféle segítséget meg lehet itt benne találni. Tehát fitness teremtől, úszodától, sauna, akkor lövőgéptől elkezdve műjég is fent található, gyerekeket így felkötik, és a korcsolya technikájukat tudják fejleszteni, hogy milyen szögbe, hogy tegyék le. Tehát nagyon nagy felszereltségű létesítmény található itt meg. Tehát ami egyszer a jégkoronghoz kapcsolódó,
itt a metodikai központban megtalálható. Európai szinten az egy nagyon fejlett dolog található, úgymond egy ilyen kis település Bárdén. Eltelt az egy hét, és ahol indultam, ahonnan indultam, innen a Házsongárdi temetőből, Kolozsváron, ide tértem vissza. Sok kilométert utaztam, ugyanerre a helyre jöttem vissza, amelyet közel 3 évvel ezelőtt meglátogattam egy hosszú, sötét téli délutánon. Akkor itt sétáltam ugyancsak, és megtaláltam néhány sírkövet, melyet a Házsongárdi temető alapítványa próbál helyrehozni lassan, de biztosan. Hála a munkájuknak. És most is itt az esőben állok, szemerkél az eső, ahogy egy hete indultam, hogy találjak olyan embereket Erdély különböző tájain, akik tesznek, akik még bírják, akik még nem adták föl és nem fogják feladni, és hogy egymást erősítsük a találkozásainkkal, és hogy fogjunk össze, építsünk fel új formákat, ne azokkal a formákkal törődjünk, amelyek már nem nagyon működnek, és csak mérges lesz tőle az ember, jobb esetben, hanem találjunk ki új formákat, és építkezünk együtt. Bizalommal, hittel, és legyünk profik, mert anélkül nem megy. Úgyhogy most ezt az egy hetet lejárva a kamerámmal, és most nem kamerával vettem fel ezt az egy hetet nektek, magunknak, hanem egy mobiltelefonommal, nagy kísérlet volt. Ahogy előbb említettem, visszatértem ide a temetőbe, szemer ki az eső, és megálltam ennél a két sírkőnél, melyet 3 évvel ezelőtt megtaláltam teljesen véletlenül. Lefotóztam őket és írtam róluk, bemutattam nektek az internetes felületeimen, ahol több 10 000-en olvastátok akkor el, hogy mit találtam itt, és mi az üzenetük ezeknek az embereknek 1676-ból, vagy 1795-ből. Én már eleget beszéltem, engedjük meg, hogy most ők szólaljanak meg hozzánk, hiszen az egyik sírkön egy üzenet van. Köszönöm, hogy veletek lehettem ismét. Nagy út volt megint. És most indulok tovább. Minden jót, sziasztok!